Elizabeth Wilson már mindent kipróbált, új samponokat is, amit csak el tudnak képzelni. De valamilyen oknál fogva a fejbőre továbbra is nagyon viszketett. Egyszer bekapcsolta a 700-as klubot. Szörnyű volt a frusztráció és a kényelmetlenség. Nem tudtam, mit csináljak. Aztán elmentem egy bőrgyógyászhoz. Ott azt mondták, hogy igazából semmit nem tudnak tenni a fejbőrömmel. Valószínűleg több száz kis hólyag van az egész fejemen. Egy pillanatra sem múlt el, és egy bő évig eltartott. Beletörődtem a ténybe, hogy ezzel kell együtt élnem, és ez mindig így lesz. Azon a bizonyos napon a 700-as klub adását néztem. Éppen betegekért imádkoztak. Valaki bőr problémával küzd. Azt hiszem, pikkelysömörés főként a fejbőrén van. Tegye a kezét a fejére, és melegséget fog érezni, mondta a műsorvezető, és én ezt éreztem. Isten meggyógyítja, helyreállítja az enzimeit. Nincs több viszketés, hámlás, nincs több seb. A Jézus nevében legyen egészséges. Gyógyuljon meg. Azonnal felugrottam, hogy ez én vagyok. Köszönöm, Uram. Abban a pillanatban elmúlt. Már nem lehetett érezni a kis rögöket. Számomra ez csoda volt. Ezt csak Isten tudta megtenni. Annyira hálás voltam. Nem is a legjobb szó a hála. Mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy ez milyen érzés, amikor egy pillanat alatt eltűnik a probléma, és ez csak Isten kegyelme által lehetséges.